De szerintem nem megy a képbe. Igen, igen. Sziasztok! Hellosztok! Éppen itt vagyunk a műhelyben, és... Hát nem állunk túl jó. Itt van a lista, hogy mivel rendelkezünk, meg mivel nem. Hát nem túl jó a helyzet. Éppen találtunk még egy vinyót, de ez az egy van. Ezt az gyorsan fel is telepítjük. Látod? 10-0-4. Mi az öve? Az a billentyű hangja. Ne is szóljatok semmi. Tovább. Úristen. Na, vége. Csak elindítottam a telepítést az utolsó létező vinyón. Úgyhogy, hello mindenkinek, még egyszer. Itt a Tiborius. Megy a telepítés. De az a gáz, hogy az utolsó vinyónk. Mert hogy nem állunk túl jó. Tehát a helyzet következő. 2014. május 24-e van, és ez a jelenlegi helyzet. Fagyasszátok ki a képet, ha akarjátok, én nem bánom. Szóval kettő ház van, négy alaplap. Van egy pár dolog azonban, ami nincsen. De úgy egyáltalán. Például nincsenek memóriák. Nincs. Ezt alapotok már ezzel a szintet, már a szintet. Itt neked nem kell. Mindegy, egyelőre el fog menni. Felírtam azt ugyan, hogy nincs memóriánk, de ez azt jelenti, hogy a gépekben szánt memória nincsen. Most teszt memóriából egyetlen szem mindegyikből kell maradjon. Tehát ez nem kerül gépekbe, az arra való, hogy kipróbált, egyáltalán működik-e az alaplap. Most DDR2-ből van három szem. Hirtelen nem is látom, ez egy feles. Meg ez is egy feles. Meg ez is egy feles. Tehát ezt, a duplát be tudnánk tenni még egy gépbe, de a DDR2-es alaplapunk meg nincsen. Mindegy, van három szem. Akkor itt vannak a híres rambuszaink, ami az ismételten nincsen alaplapunk. Aztán van DDR1-es, kettő darab negyedes, amivel tényleg nem megyünk semmire, csak arra való, hogy teszteljünk. Ráadásul az egyik, nem tudom mennyire látjátok, ki is van X-elve. Tehát nem minden alaplap látja. Az MSI működik, mint a állat. Igen? Mint a állat. Cserébe kicsit memóriaérzékeny, tehát ő csak a két oldalassal megy. De azzal faszán. Úgyhogy oda betettem, össze van rakva, csak nincs benne memória. Úgyhogy van három számítógépünk, amit ki tudnánk vinni, van négy monitor is, tehát teljesen, kompletten ki tudnánk vinni három számítógépet, de nincsen hova! De senkinek nem kell. Király mi? Három darab intézmény utasította vissza azt, hogy vigyük oda, például iskola, ilyen szociális szolgálatok, mint például a Matrixosok, meg a... Hogy hívják ezt a másik hülye klubot? A szociális rehabilitációs alapítás. Nem, tudom. Annak mi a neve? Nem tudom. Gyesev? Nem tudom. Valamilyen hülye, idióta rövidítése van. Mindegy, ezeket visszarakom, mert tényleg nem jöntem semmire. És akkor itt van még az utolsó kettő darab SD. Ez két darab feles, tehát ez így egy az egybe be tudna menni egy gépbe, és tök jó, de nincs több. Semmi több nincsen. Aztán itt vége is, tehát nincs több memóriánk. A másik meg, hogy vinyó sincs. Tehát nincs mire föltelepíteni a rendszert, mert nincs. Kábellel nagyon jól el vagyunk látva. Videokártyából van négy, de hát ezt ugye az előbbi listán láttátok. Össze még úgy, ahogy még ellennénk, de haver, így meg vagyunk lőve. Esetleg valamelyik kötök nekem, szép, slot 1-es. Az a vékony csíkú. Dögje. Olyan. Két egyforma se kell, vagy egy. Ne, olyan elég, hogyha egyet küld. Majd mi össze fogjuk párosítani, hogy melyik. Egy kicsit hadd kérjem el. Szóval ez úgy néz ki, hogy ilyen hosszú csíkos, tehát olyan, mint egy kártya, mint egy panel, és hogy magyarázzam el, mondjuk ezzel a lacakkal, szóval így néz ki, mint egy panel, jó? Ezt így ide bele kell tenni, és ezen van rajta a proci, jó? Olyan is van, hogy ezen nincsen semmi, csak egy üres panel, és ebbe még bele kell tenni a procit.
az is jó. Tehát bármilyen megoldással tudtok előrukkolni erre, küldjétek el, és mi összerakjuk. Lesz egy slot 1-es dual core. Milyen jó hangzik, nem? Igen. Ami még 0 percet ment, mert zsírúj. Teljesen alapban. Új. Tehát még be se indítottuk, mert nem volt mivel. Most se vinyong nincsen, se pracing nincsen, és se memóriánk nincsen. Tehát tök jó, nem? Ja, meg kaptunk, ezt kitől kaptuk? Unokaöcsémtől. Egy unokaöcstől kaptuk. Ez egy hangkártya, úgy hívják, hogy Supreme FX a Asus nevezetű gyártótól, ami rendesen PCI Express-es sínű, csak hát a videókártyának szánt sínben nem nagyon akart elindulni, de van ennek ilyen rövid sínje, abban biztos, hogy működni fog. Igen, speciális gép kell ahhoz, hogy ezt majd beindítsuk. Még van még? Van még ilyenünk. Teljesen hibátlanul működik. Csak ugye látjátok az üres síneket, hát rátok számítunk az ügybe. Amúgy teljesen föl van készítve. Tehát működik. Mondhatnám, pöcre boot. Ez ugyanaz, dettó, kicsit testvére. Tehát mindegyikre rá van írva, jó, 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 erre nincs ráírva, jó. Hogy jó van. Ennek jó, mert működik. Há, jó, csak nem lett letesztelve. Tehát vannak ilyen hiányosságok, azért azt még nem teszteltem le. De a másik kettő biztos, hogy jó, úgyhogy menni fog. Meg hát ez ment itt egy csomót. Ez a speciális dugójú össze-vissza kötözgetős IBM-es, hogy hívják? Desk, varázs, izé, miért nem tudom, teljesen mindegy. Szóval ez a szett így jelenleg. Jó? Hogy egy picit jobban lássatok, átjövünk ide, jó? Itt van a három alaplapunk, ugye kettő és fél alaplap, mert a harmadik ugye abban itt proci sincsen. Ott vannak a kiegészítő kártyák, mint... Ne csinálj már árnyékot! Menj arrébb, hogy... Itt vannak a kiegészítő kártyáink, mint hálózati kártya, videokártya, meg vannak ilyen kivezető dugók is azoknak, akik ilyen elvetemű fényképezős állatok, meg memória sín, itt vannak a memória tálcák, ez a idekábel, itt vannak a memória tálcák, itt vannak ebbe a vinyó bekötés kábelei, úgy hívják, hogy idekábel, és így ennyi, haver, vágod? Tehát nincs semmi másunk. Amit itt leláttok, az üres ház, tápok besincsenek kötve, meg hát a billentyűzet szett. Tehát itt AT és billentyűkről is szó van. Az AT és billentyűről azt kell tudni, hogy nem megy bele a modern számítógépekbe. Cserébe a vezetékei ugyanazok, mint a simáé. Tehát ezt itt elvágod, ráteszel egy modern billentyűzet dugót, és egy az egybe be lehet kötni. Vagy átalakító. Igen, vagy veszel hozzá átalakítót, ami 150 forint! Úristen, ezt senki nem tudja kibírni. Még mindig megy a telepítés, mert hát ez nem egy rakéta. Na szóval így állunk. Ja, proci. Igen. Processzorra baromi jól állunk. Annyi van belőle lak a szemét. Itt van egy ilyen speciál. Speciale. Ezt itt ott a szem megmutatom külön. Jó. Mert ez aztán teljesen speciál. Mert ez egy 66 MHz-es busz 3 pont akárhányas. 3 volt fogyasztású Cyrix M2. És nem tudom, mit jelent az a 233 GP, de... Jó hangzik. Biztos jó megy. De hogy a 66 MHz-et nem indítod el 233-on, ráadásul nem MMX-el, az biztos. Tudod mit? Visszatesszük, biztos, hogy működik, nincs hozzá alaplap. Ezekhez itt mind nincs alaplap. Ugye világos? Tehát ezek úgy vannak, hogy 478-as, 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 478-as. Ezeket például a slot 1-be bele lehetne tenni. Hé! Hey. Tehát ezt megmutatom így, amiben van ilyen átalakító, így bele lehetne tenni így, meg ugye egy ugyanilyet még így, és hirtelen lenne egy 2 GHz-es gépünk. Yeah. Mert ugye van két darab 1 GHz-es, esetleg 1.5-ös, vagy egy, nem, azt hiszem 1.3-as volt a vége a P3-asnak, sajnos ezt így fejből most hirtelen nem tudom. De viszont vannak nagyon durva ilyen szempronok is. Hát menjek oda a fénybe. Vannak ilyen szempronok is, amik... Na mindjárt rázumul, remélem. Nem. Ez nem akar dolgozni. Az megvan. Most meg megint elmegy a fény. Menj onnan. Mindjárt.
mennyire beszélünk vele. Hogy ez milyen hülye? Már nem akar fókuszálni. Jó, most jó. Tehát most látjátok, hogy milyen prociról van szó, köszi a tollas trükköt. De nem tudom, ez 2800-as AMD Semtron, ami szerintem tök jónak hangzik, bárki ellenne vele, nincs hozzá alaplap. Igen. Melyik a másik nagyon nagy ágyunk? Az, igen. Ez egy 2.8-as Celeron, még rá is írtam Fiesztollal, ami egy, milyen tokozás ez? 775-ös tokozás, ugyanúgy nincs hozzá alaplapunk, illetve hát van egy, de hát az abba már eleve... Mi telepít? Ez maga a telepítőgép. Természetesen ez az alaplap is ugyanúgy beleszámít, tehát ez is kikerülhetne például, hogyha lenne hozzá a ház, de még ház sincs. Tehát voltak régen ilyen hegyek, ja, meg itt a másik, na, az itt a szégyenfa. Tehát itt vannak olyan hangkártyák, amik izás nevezetű sinek. Megkérnélek benneteket, stop izás kártyák küldése, jó? Ezt így mutatom nektek, jó, hogy értsétek. Kicsit kiviszem innen, mert nem olyan jó a fény, mint a másik helyen. Ide kirakom. Na! Először AGP-s kártyával megmutatjuk, hogy mi micsoda. Most jön a magyarázós rész, köszönöm, hogy aláteszed a kezed. Tehát, mint látjátok, nagyon jól, ez egy AGP nevezetű sín. Látjátok ezt a sárga csatoló mezőt, ez egy AGP-s kártya. Tehát ezek jöhetnek bármilyen mennyiségbe. Jó? Ez az AGP-s kártya. Ez jöhet, ezt ide félre is rakjuk. Aztán vannak olyan eszközök, hogy PCI eszköz. Ezeket hívják PCI-s eszközöknek, itt látjátok ezt a sínt, így néz ki a PCI-a sín, ez fehér színű sínbe szokott menni általában. Ez ide megy bele. Ja? Eddig megvan? Ez is jöhet, bármilyen mennyiségben. Na, a következővel azonban van egy kis gond. Ez az ISA sín. Ez például egy hangkártya, ráadásul egy nagyon neves gyártónak, egy elég régi terméke. Ez az ISA sín. Onnan ismered meg, hogy borzasztó hosszú. Nagy. Nagy is, meg régi, meg elavult, meg minden baja van. Ezt nem kérjük. Azért nem kérjük ezt, mert semmilyen rendszer nem látja már ezeket a hangkártyákat. Úgyhogy már föl van halmozva, van már vagy 6 darab, légy szíves, dob ki a többihez. Van már vagy 6 darab, és egyszerűen nem tudjuk használni semmire. Hogy ez itt micsoda? Ez egy túlhajtott videókártya. Ez egy 1650-es, de sajnos azért került le róla a heatsink nevezetű hűtő, mert sajnos ő már beadta a kulcsot, szóval nem nagyon akar működni. Brutális túlhajtás miatt, adjuk. De egyébként mint egyszer megdöglött. Mondjuk úgy, hogy 8 évet nyugodtan kihúzott. Igen. Ez a firtól, hogy szép teljesítmény volt. Igen, 8 évet lehúzni azért nem semmi, hogy őszinte legyek. Úgyhogy az emberek fél évente meg évente váltják a mobiltelefont. Na, úgyhogy továbbra is ez a helyzet, hogy egy csomó minden nekünk nincsen. Egy dolgot mi kifejtettél egyébként. Igen. A hűtőinket, mert abban is kevés van. Igen, sajnos ez nem megfelelő mennyiségű. Ide írtuk, hogy van hűtő? Nem. Nem is írtuk fel ide, hogy hűtés. X. Nekem kell ilyeneket említeni. Igen, bizony. Úgyhogy felírtuk, hogy X. Ahova betettük az X-et, az nagyon minimális mennyiségű, és nem helyes. Mint látjátok, ide is be van írva, hogy DDR2-ből van 4 darab, DDR1-ből X mennyiség, és SD memóriából is X a mennyiség, tehát nincsen. Légy szíves, küldjetek még. Csavarhoz is beírtam azt, hogy X. Tehát, hogyha rendelkeztek egy ilyen pici szatyor csavarral, azt is nyugodtan elküldhetitek. Igen. Mert ezek nem azok a fajta csavarok, amik nekünk kellenek. Remélem, sikerült így elsőre megértenetek. Szóval nem mindegy, hogy milyen csavarokat teszünk be a számítógépbe. Ilyenkor legyen. Így néznek ki a számítógépes csavarok. Igen. Mutasd meg, légy szíves. Az a széle, azzal rögzítjük be a CD olvasókat, meg a DVD olvasókat, az újabb fajta alaplapokba pedig az alaplapot is azzal rögzítjük. Igen. A középső kerül az alaplap alá, ő tartja magát az alaplapot. A jobb oldali csavarral együtt. Igen. Igen, mondja csak. Ő meg a házakat rögzíti, illetve a Winchestereket, a HD-t. Ez minden mást rögzít, még a paneleket is benne, a videokártyát, a hangkártyát, a házat ő tartja össze, mindent. Ez a háromféle csavar
Mózsna. Tehát annyi kéne, mint a szemét. Jó, ezt szépen ide visszaszórjuk. Így. Mert nagyon kevés van belőlük. Ja? Tehát amit itt láttuk, ez egy abszolút vegyes, ráadásul nem is mindegyik van menőt. Mi ez a szartó anyát? Ez milyen fa? Valami izéből lett kivéve? Nem tudom. Úgy, mint ez is, hogy van, de... Tök jó, hogy küldtök ilyen csavarokat, nagyon szépen köszönjük. Valószínűleg valamelyik hűtőben majd talán jó lesz. Dűbel. Az is. Ezt kitől kaptuk? Földűbelezzük az alaplapot a számítógépbe? Te haver, ezt így jelképesen így. Kúká, jó? Faházat nem gyártunk. Faházat nem gyártunk. gumi. Élt a gumi. Húzd meg, légy szíves, hogy lehessen látni, hogy ez gumiból van. Lássa is kamera. Így. Ezt, amit látjátok, ez gumiból van. Ez egy nagyon fontos cucc. Ő az, ami nagyon segít nekünk a keretes ventilátor felfogatásába. Tehát ebből nyugodtan küldhetnétek még, mert ebből azt hiszem kettő van összesen. Három. De az ott tök jó, mert az pályátom, az ott ventilátor mindegy. Igen, igen, ez abszolút nem helyes. Ez mi? Haver, négy darab cső. De ráadásul össze van kötegelve, tehát ez valaminek a távtartója lesz. LED. Itt vannak ilyen ledek. Ez például a turbo LED. Na most ez attól poén, ez a turbo LED, bedugod és turbós lesz a gép, érted? Mm. Ez a hangszóró, igen, ez nagyon jó. Abból a másik gépből ki kell venni a speakert amúgy. Erről jutott eszembe. Elem. Elemek. Most az elemekről azt kell tudni, hogy az elem azért felel, hogy mindig és pontosan emlékezzen a számítógép arra, mennyi az idő? Közben a telepítés. Kész van, újraindítjuk. Hogy mennyi az idő? Úgy hívják egyébként, hogy CR2032-es, mármint az elemet. Mindjárt. Van belőle a márkásunk is. Márkás? Sony! Már másik KTS-en, most mi a különbség? Semmi, nem? Na mindegy, szóval úgy hívják ezt az elemet, hogy CR2032. Mindegyiket úgy hívják, hogy CR2032. Ez Maxell. Az nem márkás? Ez még itt terrorizál engem. Na mindegy, szóval kész van. Üss egy ente... Jaj! De figyelj már! Hallod? Hogyha kiveszed a lemezt, akkor miért akarsz olvasni róla? Na, mindegy. Vegyük ki a lemezt. Becsapjuk. Enter. Hogy szépen visszatesszük ide. Egyik Ubuntu-ra a másikot. Mindegy. Eltakarom a fényt, jó? Ez az első boot up lesz. Tehát ilyenkor természetesen minden teszt alá kerülne azon az alaplapon, ami mondjuk még nem volt tesztelve, tehát nincs ráírva, hogy jó. Ilyesmi. Mekkora gép ez amúgy? Kettő, a hányos? Jót kérdezte. Tehát téged, hát persze, hogy jót kérdezte. Nem tudom, elfelejtettem. Tehát nincs betugva a hang. Vagy something. Mert nem akar szólni, én lehalkítottam. Jó, mindegy. Na, úgyhogy így állunk, kedves nézőim. Mind a 200 emberhez szólok, aki ezeket a videókat nézi. Képzel, Tiborius! 1500 feliratkozón van. Ezt te szerintem nem is... Te ezt eddig nem is tudtad szerintem. Na. Van 1500 feliratkozón, és 200 ember néz. A többi feliratkozó az csak azért van, hogy subscribe. Ennyi. Tehát 200 ember nézi, a többi nem nézi, az csak úgy van. Úgyhogy szó szerint én nekem, akkor 200 feliratkozom van. Ja. Ja, vintage DC-en. Először is frissítés, jó? Mert ez a nullás rendszer. És le van nyitva. Ezt nézd vissza. Akkor frissítés helyzetes. A frissen telepített rendszeren nem megy a hangkártya. Egy olyan hangkártya, amit már előzőleg kipróbáltunk és működik. Ezt frissíteni Pontom. Kell. Frissítem. Következő, admin. Frissítés katalóg. Éppen azt várjuk, hogy frissüljön a rendszer. Igen. Illetve azt várjuk, hogy elindul. Itt már reklamál. Frissítsék, csak. Igen, mert én másik kétfajta operációs rendszert használjuk, hogy szoktam. Igen. Amit mindkettőt fizetni kell. És nem jó. Nem mi?
van, nyomjad csak, nyomjad csak. Úgyhogy most éppen megy a frissítés, és éppen arról van szó, hogy semmink nincs olyan, hogy készre tudnánk tenni a gépeket. Az igazi problémám nem is az, hogy most elfogytunk memóriából, meg vinyóból. Sok lett. Nem is az a bajom, hogy elfogytunk, hanem amikor kész van egy számítógép. Ez miért nem kell senkinek? Meg a másik. Szeretnétek segíteni a számítógépek építésében, meg ilyenek? Van erre egy nagyon jó módszer. Például megkeresitek azokat a családokat, akiknek szüksége van számítógépekre. Azokat a családokat elő kéne keríteni. Mert senki nem fogja előkeríteni, hogyha ti nem. Nekem visszautasítanak mindent, mert ja, a jogi akadályba ütköztünk, és az általános iskolának, ez a legújabb kísérletünk, az általános iskolának a jogi referense visszautasította az ajánlatot, mert jogilag nem tiszta, ha valamit kapunk ingyen. Úgyhogy nem, iskola nem, szociális szolgálat nem, semmi, nulla, családok. De ehhez meg tényleg az kéne, hogy azok az emberek, akik nézik ezt a videót, legalább körülnéznének szűk családi körbe, hogy kinek kellene, akik valóban rászorultak. A szabályokat eleve tudjátok, hogy milyen környezet kell ahhoz, hogy a gépek kikerüljenek. Többit meg... Most mit csinálsz azzal? Mi? Retrózik. A relikvia. Retrózik a csávó. Igen. Ez egy olyan régi gép, hogy teljesen. Dátum nincs rajta. Itt nézd már meg a dátum. 92. 89. Vagy... Vannak köztetek olyan emberek, később születtek, mint ez. Az a valami. Ja, meg ilyen frankó tollam van, mi? Úgy ír, mint álom. Csak nem dugó van a végén, hogy nagy kiszáradjon. Tedd Málin el, légy szíves. Minden? Ez azért van itt, hogy ne fújj el a műhelyt a szél. Ez ilyen súly. Ezt még ősember kézzel hajtotta. Így van. Ezt még egy ősember kézzel hajtotta. A szoftver telepítése DPKG előkészítése folyamatban. Triggerek futtatása. Te egy szót nem értek belőle. És tudod mit? Nekem nem is kell érteni hozzá, mert én vagyok a felhasználó. Éppen így áll a telepítés. Természetesen nincsen csíkozódás, tehát ez kamera szink. Kis türelmet, ezzel fog tartani egy ideig. Te, részletekre nyomjunk már, most nem látjuk, hogy mi az a villogás. Ezt nem lehet kinegyíteni? 12-esbe ki lehet, mindegy. Na, és akkor itten fekete alapon megy a fehér betű, ezt így kb. Ennyi. Cserébe viszont frissül. Ja, légy szíves, jelölt vagy az Ubi kész. Tessék. Mert amikor kész van a telepítés egy-egy folyamata, akkor ki szoktuk pipálni. Igen. Én, hogy? Az én balkezességem az... Jaj, nem mindegy. Ne kötegedjé. Kamera ellenes. Nagyon kényelmes volt fővenni téged. Ja, itt az előző napon, március 15-én, ez nem tudom milyen idióta logó itten, csináltunk hiánycikk listát. Na, srácok. Itt is memória probléma volt. Filctól! Látod, beszereztük a Filctollal. Na, itt van a CPU slot, egy átalakítós, egyformás, azt sem küldtetek továbbra sem. Meg a másik az, hogy mi erre volna szükség. Igen. Tehát DDR 1-ből a gigás. SD memóriából az 512-es, meg 256-os, slussz. Tehát 1 giga, 512. 512, 256, kész. Az alsókat ne! Jó? Mert a DDR1-ből, a 256-osból még mindig van két darab, amit sehova nem tudom elhasználni. Jó? Úgyhogy még egyszer mutatom ez a lista. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Megyünk szépen, rakjuk össze azt, amit még lehet, meg leteszteljük. De a három számítógépet nem tudjuk kivinni, mert nincsen kinek. Úgyhogy ebbe kérjük a segítségeteket. Minden jót. Sziasztok! Sose leszünk kész.